Ugyanúgy, mint az elődönt után, nem nagyon tudok mit mondani. Nagyon-nagyon közeli volt még a meccs, nem nagyon tudok visszaemlékezni se. Hát nem tudom, hogy mit kéne változtatnom, de valami nagyon. Hogy más úton, talán más szemszögből kéne látni, az egész Bicklest látnom, vagy kéne más valami újat kitalálnom, mert ezeken a 125-130 kilós nagy darab emberek ellen az én 113 kilómmal marra nehéz felvenni a versenyt. Remélem, hogy vagy felszedek 7 kiló izmot valahogy, vagy meg tudok úgy birkózni, mint Sartier, vagy nem tudom mi lesz, de valamit ki kell találnom, mert sajnos ezek lesznek a karrierem utolsó versenyei, hogyha nem tudok feljavulni. Ja, nagyon nagy előnye indulnak ezek az országok. Rudoknál 5-6 komolyabb birkózó van, ahogy hallom, most az egyik katari lett, a másik üzbég, a harmadik ugye örmény, meg ugye a grúz. Tehát van 4 komoly birkózójuk, ezek egymással edzenek, készülnek, fejlődnek. Még ugye Európában, Közép-Európában 1-2 versenyző van, Nyugat-Európában nehéz súlyban szinte senki, egy német talán, de hát ő is ez a szint. Igazából a probléma itt van, hogy ezek az oroszok egyfolytában együtt edzenek, aztán felmennek egy versenyre, felveszik az örmény melegítőt, felveszik az adri melegítőt, felveszik a szlovák melegítőt, és így folytatatnám is, elbírkozgatnak egymással az érmekért. Mi meg várjuk a csodát, hogy vagy valahogyan jobbak leszünk valamitől, még nem tudjuk, hogy mitől, meg hogy hogyan, de hogy komoly hátrányjal vagyunk ezekkel az országokkal szemben, akiknek tényleg rengeteg edzőpartnerük van, és több 10 komoly birkózóval edz egyszerre egy szőnyegen. Nem tudom, hogy mik a céljaim utána a vers után. Szeretnék valami célt kitűzni, aztán elérni. Egyelőre nem tudom, hogy mi a reális cél, meg mi az, amit én szeretnék, hogy ez mennyire áll egymástól messze. Egyelőre úgy tűnik, hogy nagyon, nem tudom. Egyelőre nem tudok ki semmilyen célt, azt tűzöm ki célnak, hogy egyáltalán lássak ebbe a bikásba még annyit, hogy tudjak még annyit edzeni, mint akár erre az Európa-bajnokságra, akár a sikertelen olimpiára.